Sziasztok! Kint vagyunk a Konstrumán, és Binder Tamással beszélgetünk, aki a Volti töltőt fejleszti. Mesélj egy kicsit arról, hogy hogy is indult ez az egész. Jó, köszönöm Marci a lehetőséget. Úgy indult, hogy mindig probléma volt számomra ez az otthontöltés, hogy ami eszközök kaphatóak, azok nem olyan szépek. Műanyagházasok, nem esztétikusak, egy új szép ház garázs falába ezek nem illenek. Szóval, igen. Aki már ad egy jó elektromos autóra, meg szereti a szép dolgokat, meg azt, hogy tényleg, hogy jól megy, nincs hangja, az vágyjon egy szép töltőre is, meg ami szerintem egy vidám megjelenése van. Az volt a cél, hogy az ember reggel fel kell, lemegy, lehúzza a kocsiját töltőre, akkor legalább valami rámosolyogjon. Egyébként baromi jól néz ki, ez most egy ilyen fém töltőoszlopon áll. Igen, ez alapból egy falra szerelhető töltő, hátulra jön be a kábel, maga a töltőkábele is hátulra jön ki, olyan, mintha egy így, tehát hogy ne látszódjon a csatlakozás, a szép legyen, egy ilyen letisztult, csavar nélküli dizájn. Ez teljesen vízálló, porálló, vandálvédelemmel, minőségi bizonyítvánnyal rendelkezik. Az első ledek azok visszaadják, hogy éppen milyen állapotban van, tölt, nem tölt, ütemezve van a töltés, akár hogyha hiba van, de az is, ha hibáról kapunk a kijelzőről, meg a töltésekről is információkat. Szépen pislog. Nagyon kacsin. Nagy tapasztalattal beszélsz, igen, erről, azért azt mondjuk el, hogy ezt te nem ma kezdted ezt az iparágat, tehát hogy honnan indult, igen. Van a sztori tulajdonképpen? Én 7 éve vagyok elmobilitásban, ez egy kis alkalmazással indult, a töltőpont alkalmazással, amit ketten fejlesztettünk egy egyetemi barátommal. Összes magyar elektromos autótöltő benne volt, közösség alapon. Egy garázsból indultatok? Hát nem is egy garázsból, egy nappaliból és egy macska volt még, aki segített, hogy egy 3-an voltunk, de hogy onnan indult, és akkor ez az alkalmazás, ez később az MBM Mobility alkalmazása lett, ott vezettem a fejlesztést 5,5 éven keresztül, wow. Több mint 72,000 ügyfél volt, amikor én eljöttem onnan, igen, és egész Európában, meg a világon lehetett tölteni körülbelül 400 töltési ponton. Uh-huh. Csak a publikus töltést úgy gondolom, hogy az megvan oldva itt, ha most ideje az otthon töltés, meg a társasházi. Én is nagyon szeretem itt van, tehát hogy nemrég kezdtem el villanyautózni, és sokat használtam a ti régi applikációtokat is. Nagyon meg voltam elégedve vele, rettentő felhasználó barát volt. Tehát azért azt gondolom, hogy aki egy Volti töltőre most be fog nevezni, akár lakossági ügyfél legyen, az akár egy vállalati ügyfél, mondjuk egy ingatlan vagy projektfejlesztő, az látni fogja azt, hogy te már milyen referenciát tettél az asztalra, és olyan extenzív tapasztalatod van, amit mindent ide belegyúrtál. Szerintem sok startup klasszikusan így indul, hogy az alapító tulajdonos az egy ilyen élményből táplálkozik. Ja, köszönöm. Hát igen, meg az volt a cél, hogy ez egy saját fejlesztés, mind külsőre, mind belsőre, szóval bármi, ahogy alakul a piac, az ipar, azt mi lekövetjük. Ha jön egy társasházi megoldásokra mentünk rá, szóval ha több töltő van felszerelve, akkor a töltők el tudják egymás között osztani a teljesítményt, van rajta RFID indítás, mobil alkalmazásból követhető, havi riportálás, vagy gyakrabbi riportálás, szóval szeretnénk az egészet lefedni, de otthontöltés, társasházi töltés, telephelyi töltés is, és a publikus töltésre is teljes mértékben alkalmas a töltés. Nem titkolt célotok, ugye most nem csak Magyarországot, hanem a régiót, vagy akár majd világszintet megcélozni. Milyen gyártási kapacitásotok van, milyen gyártási idők vannak, és egy picit az árakról, hogyha nem is publikusan konkrétan mondani, de hogy az árkategória úgy tudom, hogy azért a prémiumot képviseli, csak úgy, mint a termék is. Igen, azért már jó pár darab le van gyártva, fel van szerelve, folyamatban van még, raktáron is vannak, folyamatban a gyártás, szóval a gyártási kapacitás az nem gond, egy pár hetes szállítással kell számolni, attól, hogy van-e egyedi kérés, lehet ezt egy hosszabb kábellel kérni, alapból egy 5 méteres kábellel jön, lehet 7 méteres, igen, vagy egyedi igényű, lehet Type 1-es kábel is, ha valakinek olyanra van szüksége, akár csinálunk olyat is, hogy Teslához használható kábel, szóval a gomb megtalálható rajta, és azzal kinyitható maga a töltőfedél. Szuper. Szóval mindent tudunk, mindenre gondoltunk. De azért valamire még nem gondoltatok, azok valamire, nem majd fejlesztésre. Igen, valami, a napelemrendszerrel integrálható, szóval meghatározható, hogy akkor töltse, amikor csak napelemtermelés van, vagy amikor legalább a töltésre félig felhasználható termelésből lehet tölteni.
Még igen. Azért itt látunk egy nagyon menő új BMW motort. Szerintem ez egy nagyon szexi cucc itt a konstrumastandunkon, nagyon sokan meg is álltak már. És ez most már működik? Töltjük vele a mocit? Igen, töltöttük eddig, most éppen leállt, hogy maradjon későbbre is tartalék a töltésbe. Igen, hát van egy szép töltő, ideje volt hozzá egy szép motort is szerezni. Teljes mértékben tölti. Amit nagyon sok kérdést kapunk, hogy hozzánk laikusan jönnek az ügyfelek, vettem egy ilyen autót, vagy gondolkozom ilyen-olyan autóban, milyen töltőt vegyek. Lesz-e olyan ajánlás, hogy ez ehhez az autóhoz, ahhoz az autóhoz javasolt, vagy bármilyen más kiegészítők, vagy hogy van a kompatibilitása ennek a csomagnak, terméknek? Ez minden autóval működik, ami most a piacon kapható. Ahogy jönnek ki folyamatosan az autók, és valami eltérés van, vagy le kell követni a szoftverbe, mi azt lekövetjük, ezek a töltők rendszerbe vannak kapcsolva, és távolról bármikor frissíthetőek, tehát még akár ügyfélbeavatkozásra igényel, de működik mindennel. Most Type 2-es töltőfelje, vagy csatlakozó, aha, vagy ja, igen, kábellel van szerelve, de ez lehet Type 1-es is, de az már nagyon ritka, mert inkább a használt autók, de kompatibilis három fázison, egy fázison, maximum 32 amperrel, szabályozható, a háztartásba is integrálható, tehát dinamikusan tudja szabályozni magát. Szóval nagyon-nagyon-nagyon sok mindent tud, és még sok új még dolog jön bele. Fontos kérdés, hogyha tegyük fel, valaki megrendeli, ugye lehet, hogy lesz webshopotok, tudjátok forgalmazni, igen, vagy a mi nagykereskedésünkben, meg a mi honlapunkról is megvásárolható, segítünk is felszerelni. De ugye ezt szokták kérdezni, hogy mit kell kiépíteniük ehhez a házban, vagy ingatlanban hozzá, vagy ők fel tudják-e szerelni. Most mondjuk lakossági ügyfélről beszélek. Hát lakossági ügyfél, nem tudom, hogy kinek milyen a tudása, azért jobb ezt egy szakképzett illetve előre bízni. Persze kis megszakítók elé van benne, nagyon sok védelem van benne DC3 szivárgás figyelő, meg maga az A-típusú fírelé is, de azt nem fogadják el sajnos, szóval érdemes egy A-típusú fírelé tenni, de az ugye a háztartásban is van. Villámvédelem is azért jó, ha van egy háztartásba, és ki kell kábelezni. Meg érdemes kihúzni neki a kábelt a villanyóra szekrényt, az UTP kábelt, hogyha később a teljesítmény megosztó modulra akarják kapcsolni, hasonlóan, mint az inverterhez, igen, akkor az legyen ott. De jobb ezt szakemberrel felszereltetni mindig. Értem. Meg akkor ér igazán a garancia is. Így van. A garancia időkről hány évet vállalunk? 3 évet vállalunk, és az pluszbak kiterjeszthető. 5 évről? 10 évre is akár? 5 évre. Nagyon jó, évenként. Nagyon szuper. Hát nekünk nagyon sok ügyfelünk, napelemes ügyfelünk már érdeklődik iránta és rendelni. Úgy gondolom, hogy az a termékkategória, ami habár prémium árat képvisel, de prémium megjelenést és funkcionalitást is, remélem, hogy nagy kereslet lesz rá. Úgyhogy sok sikert kívánok, és köszönjük. Mi köszönjük. Mi köszönjük a lehetőséget.